Növekvő tendenciát mutat a koronavírus fertőzöttek napi száma nem csak Szabadkán, hanem az egész országban, nyilatkozta dr. Bohuckine Bojsa. A járványügyi szakorvos hozzátette, a statisztikai adatok szerint már az ötödik hullámról beszélhetünk. Szabadkán jelenleg 286 aktív koronavírusos beteget tartanak nyilván, míg Északbácskában 338-at. Dr. Bohuckine Bojsa felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is a maszkviselés és a védőoltás a megoldás a vírus ellen. A legjobb megelőzés persze védőoltás, második helyen a maszk, de legjobb kombinálni ezt a két dolgot, mert hivatalos adatok szerint, ha valaki felvette két dózis, itt a védekezés csak 35%, ami alacsony, harmadik dózis után pedig 75%. Tehát még mindig valaki is, ha felvette mind a három dózis, bír beteg lenni, éppen azért is kell felvenni mind a három dózis, plusz maszkot kell használni mindig zárt területekben. Az utóbbi napokban egyre több koronavírus fertőzöttet regisztrálnak Szabadkán, mondta Ivánka Beokovics. Kedden például 150 személyt teszteltek, amelyből 70-en pozitívak lettek, magyarázta a Szabadkai Egészségház igazgatója. Az illetékes kitért az Omikron vírus variánsra is. Ima i delta soja, ali sigurno prevladava Omikron, jer on ima tu specifičnost da se tako brzo širi, mnogo, mnogo brža je njegova ekspanzija nego dosadašnjih tipova, tako da sigurno da je i u našem okruženju, odnosno u našem gradu, Omikron uveliko prisutan. A növekvő eset számok miatt az elkövetkező napokban is folyamatosan üzemel a szabadkai COVID-ambulancia, tette hozzá Ivánka Beokovics. A Harambasity utca 2-es szám alatt található rendelő ünneptől és naptól függetlenül 7 és 22 óra között fogadja a fertőzésre utaló tünetekkel rendelkező pacienseket. A rendelő egyébként a 024 546 104-es telefonszámon érhető el.